Szarvas István, a jubiláló szerző Újra kérdeztem, válaszolok című kötetének bemutatójára került sor december 9-én a Zuglói Civil Házban, a Családokkal az Életért Közhasznú Egyesület szervezésében. A közelmúltban ismerkedtem meg Szarvas István úrral, és ismertem meg a könyveit, most már a harmadik könyve is megvan, és több könyv bemutatón is van túl, és olyan híres emberekkel, mint például magas állású politikusokkal, miniszterekkel, miniszterelnökkel, és azon kívül sportolókkal, tudományos intézetekben tudósokkal és professzorokkal. Úgy éreztem, hogy nagyon méltatásra érdemes, és az Zugló lakosai megérdemlik azt a lehetőséget, hogy megismerjék azokat az írókat, művészeket, akik itt dolgoznak a kerületünkben, itt alkotnak a miakunkra. Ez a könyvem folytatása a korábbi könyveknek. 2008-ban volt egy könyvem, annak az volt a neve, hogy kérdeztem, válaszoltak. Most ebben a könyvben 33 interjú volt, ebben az interjú kötetben Antal Józsefen kívül minden miniszterelnök szerepelt, tehát mindig igyekszem az egyensúlyt, hogy Fidesz és MSZP egyensúly benne legyen a kötetben. Voltak benne tudósok, színészek és egyéb híres emberek. A könyvbemutatót Temesi László újságíró vezette, aki kérdéseket tett fel az interjú kötet szerzőjének. A második könyvemben, ami Szarvasi beszélgetések címen jelent meg, ez úgy jött létre, hogy Szarvason volt egy ugyanilyen könyvbemutató, mint ami itt van, és az ottani beszélgetés során elhangzottak, kerültek leírásra, de ebben a könyvben például van olyan interjú, amit csináltam a kanadai főkormányzóval és egyéb híres emberekkel. A mostani könyvbemutató ennek a kettőnek a folytatása, ebben 27 interjú van, és egy-két olyan ember van, aki mind a két könyvembe szerepel. Ez ilyen például a Vizi Szilveszter, aki a Tudományos Akadémiának volt a korábbi elnöke, és Papanek Gábor professzor, az akadémiának a doktora. De szerepelnek ebben a könyvben, például a címlapon lehet látni Olá Györgyöt, a híres Nobel-díjas tudóst. Szintén vannak benne akadémikusok és egyéb emberek, de van benne nyelvtanár, és vannak benne művészek. Az esemény tovább színesítette a latin-amerikai zenét játszó Patricio Band két tagja és Bodza Klára népdalénekes.